Erről a sportvetélkedőről mindenki győztesen tért haza. A szokásosnál is nagyobb élettel telt meg a Szivárvány tagóvoda udvara, hiszen családi sportvetélkedőre gyűltek össze a kicsik és nagyok. Ezzel a programmal indult az a kétnapos szakmai konferencia, amelyen a nagykálói óvodapedagógusok és szülők mellett a Tasnádi Napközi Otthonos óvodapedagógusai is részt vettek. Az elmúlt évben, amikor itt jártak, akkor egy együttműködési megállapodás kötöttünk a két intézmény között, és ennek a megállapodásnak a szellemében folytatódik a két intézménynek a programja. Ebben az évben azt helyeztük előtérbe, hogy az óvoda és a család együttműködésének újszerű formáival ismertetjük meg a testvérvárosunkban dolgozó kolléganőinket. Így vettek részt az egészségfejlesztő mentálhigiénés munkaközösség által szervezett család és sport délutánon és környezetvédelmi vetélkedőn. A napnak a további részében pedig egy olyan előadásra kerül sor, ami az egészséges életmód, a környezetvédelem és a természetvédelem szempontjait helyezi előtérbe. Itt ezen az előadáson is, mint a Szülők Akadémiáján, a szülők és az óvodapedagógusok és más érdeklődő vendégek a tasnádi kollégákkal együtt vesznek részt. Itt már a Bukfenc torna csoport bemutatóját tekinthették meg a látogatók. A program második napján a Szivárvány tagóvodában működő tehetséggondozó műhelyek engedtek be pillantást mindennapjaikba. A tornászpalánták mellett bemutatkozott a zenevarázs gyermektárs csoport, de a varázskréta manuális műhely ifjú kézművesei is számot adtak kézügyességükről. A tasnádi óvónők azt mondják, sikeresnek érzik a programot. A nyelvi akadályok elválasztanak bennünket, de ezzel a partner kapcsolattal azt bizonyítjuk, hogy tudunk barátok lenni, tudunk együtt dolgozni, és a céljaink közösek. Úgy gondolom, ezeken a tevékenységeken keresztül a két ország közötti barátságot és kapcsolatot is erősítjük. A román és a magyar közoktatás, óvodai nevelés között azért jelentős különbségek vannak. Ettől függetlenül milyen tapasztalatokat tudnak szerezni ennek a partnerségnek a hatására? Igen, a tanügyi törvényeink különbözőek. Ettől függetlenül sok érdekes dolgot látunk itt, és sok mindent át tudunk venni, és be tudunk építeni a saját munkánkba. Milyen ez a két nap? Hogy érzik magukat itt Tasnádról, Nagykálóban? Nagyon jól érezzük itt magunkat. Szeretnénk, ha ez a kapcsolat megmaradna, generációról generációra tovább menne. Sokat tanulunk, amikor eljövünk, és reméljük, hogy mi is tudunk újat mutatni a nagykálói kolléganőknek, amikor ők járnak nálunk. Tasnádi már 6 éve, 2006 óta testvérváros a Nagykálónak. Egy éve pedig már az óvodák is testvérintézmények, hiszen ekkor született meg a Barátság Határok Nélkül című együttműködés. A mostani rendezvény is a partnerség keretén belül valósult meg. Azt hiszem, hogy a legmélyebb és a legtartalmasabb kapcsolat, már ami az oktatást illeti, az óvodák között volt. Tavaly megtörtént, hogy az együttműködést megkötöttük a Tasnádváros óvodájával, és elmondhatom, hogy ez a kapcsolat nagyon gyümölcsöző, nagyon sok szakmai napot, tapasztalatcserét tartunk, ami úgy gondolom, hogy mind a mi óvodapedagógusainknak, valamint a tasnádi óvodapedagógusoknak is egyfajta pozitív visszajelzés a munkánkról, az eredményeinkről, és ezen kívül pedig nagyon szép barátságok köttetek családok és óvodapedagógusok között. Mivel a magyar és román óvodai nevelés között elég lényeges különbségek vannak, miben vagy hogyan segíti ez a munkát, milyen tapasztalatokat tudnak ezáltal szerezni? Én úgy gondolom, hogy akár a román közoktatásban, vagy a magyar közoktatásban is a legfontosabb érték a gyerek. Tehát minden a gyerek köré orientálódik, és ha minden a gyerekről szól, a gyerek nevelésről, a gyermek személyiség fejlődéséről, akkor esetleg csak törvényekben vannak olyan fajta különbségek, ami úgymond a gyermeket nem érinti. Mert ha szívvel lélekkel dolgozik egy óvodapedagógus, akkor teljesen mindegy, melyik országba teszi ezt, de első és mindennél fontosabb a gyermek nevelése és oktatása. Nem csak a szervezők, a résztvevők is sikeresnek értékelték a két napot. Az immár hagyományosan minden évben megtartott szakmai nap jövőre is folytatódik. Akkor a nagykálói óvodapedagógusok egy csoportja utazik majd Tasnádra. Ott folytatódik majd egymás munkájának megismerése.